újabb kivándorlási hullám indult el Ukrajnából, de a 90-es évekkel ellentétben most főként fiatalok hagyják el hazánkat, hogy külföldön szerezzenek diplomát és utána nem térnek haza, írta a Fókusz című Ukrán heti lap legfrissebb számában. A Nemzetközi Migrációs Szervezet adatai szerint jelenleg legalább 6 millió ukrán dolgozik külföldön. A legnagyobb részük 18 és 35 év közötti. Fő úti céljuk a nyugat-európai országok, valamint az Egyesült Államok és Kanada. A kivándorlók többnyire tanulni mennek külföldre. Az emigránsok egy másik jelentős létszámú csoportja azért költözik a határon túlra, hogy saját üzletet indítson be. A kedvelt célországokban ugyanis az Ukrajnainál átláthatóbb szabályozások mellett kiszámíthatóbb és biztonságosabb módon vihetnek saját vállalkozást. Tavaly 808.620 hrívnya folyt be a turizmusból a megyei kasszába, jelentette be Oleksandr Marcsenko. az Európai Integrációért a külügyi és idegenforgalmi kapcsolatokért felelős megyei hivatal vezetője. Az viszont probléma, hogy nem tudni a későbbiek folyamán mire fordítják ezt az összeget. Hatékonyabb volna, ha az idegenforgalomból származó jövedelmeket egyenesen a turisztikai ágazat fejlesztésére irányítanák. Hét új kárpátaljai határátkelőhely megnyitását támogatja az ukrán külügyminisztérium, közölte a kárpátaljai megyei tanács sajtószolgálata. Az új határátkelőhelyek megnyitását a múlt év decemberében kérte az ukrán kormánytól a közgyűlés. A tájékoztatás szerint egy-egy új átkelőhely létesülne az ukrán lengyel és az ukrán szlovák, további kettő az ukrán román és három az ukrán magyar határon. Magyarország és Kárpátalja között Nagypalád és Kispalád, Szalóka és Eperjeske, valamint hetyen és tiszakercseny között nyílnának új átkelőhelyek. A jelentésben szó van arról, hogy a gépkocsi közlekedés előtt is megnyitják az ukrán-szlovák határon található kis szelmenc és nagy szelmenc közötti, eddig csak gyalogosok által használt átkelőt, adta hírül az MTI. Önök az Ismerjük meg egymást televíziók határok nélkül című Európai Uniós műsor 24. adását látják. A kárpátaljai Tisza TV, a magyarországi Zemplin TV és a szlovákiai TV Zemplin közös projektjének köszönhetően az említett televíziók az elmúlt egy évben két hetente jelentkeztek közös gyártású műsorokkal. A 26 cseréműsor mellett volt még 6 magazin, ami új, tehát nem konzervanyag, és ezekben öt olyan rovat volt, ami gyakorlatilag kiterjedt az egész kulturális, politikai, sport, művészeti életre. Tehát olyan rovatok voltak, mint a hónap témája, a természetes, az, a mini portré, az előzetes vagy a hírek. A közös gyártású műsorok mintegy százezer háztartásba jutottak el, a magyar, szlovák, ukrán hármas határtérségében. Voltak olyan témák, ami a külföldi szá néző számára is érdekes lehet. Például Kárpátalja természeti szépségeinek bemutatása a színevérítótól kezdve és a, a várakat érintve. A magyar fél jelezte nekem, hogy a számukra legérdekesebb, legalábbis a kollégák számára legérdekesebb, az ukrán kollégák által készített faluport és sorozat volt, ahol kárpátai településeket mutattak be, ukrán újságírók, magyar településeket is, ukrán szemmel. Nagyon, nagyon érdekes megközelítés, nekem is érdekes, mert mi elmegyünk oda, meg forgatunk is, nem is egyszer forgatunk ott, de mi másképp tekintünk ezekre a dolgokra, és érdekes volt megnézni, hogy hogy látja ugyanezt egy ukrán újságíró. Az egyéves közös munkát lezáró ungvári konferencián elhangzott, az Európai Unió által finanszírozott műsorfolyammal az alkotók enyhíteni akarták a mesterséges határokkal szétválasztott régió elszigeteltségét. A televízió mindig is törekedett arra, hogy egyfajta interregionális szerepet töltsön be itt a hármas határ mentén. Most ezen program keretén belül nem csak műsor cserére, hanem képzésre és egy tapasztalatszerző filmszemlére is sort kerítettünk, ami úgy gondolom nagyon sokat segít ahhoz, hogy itt egy azonos szerkesztési elveken működő, azonos platformon működő televíziós műsorkészítés legyen a jövőben, és remények szerint ez meg is valósul. Amennyiben az Európai Unió is támogatni fogja a projektet, akkor a tervek szerint a három televízió a továbbiakban is folytatni fogja a közös gyártású műsorok sugárzását.